Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és a múltkori adásunk folytatásaként szeretnék arról beszélni, hogyha már a szívedben nem aggódsz, és a félelmet próbálod legyőzni, hogyan tudsz átmenni olyan nehéz életszakaszokon, amit a Biblia síralom völgyének nevez, és úgy gondolom, hogy a mostani időben sokatoknak lehet ilyen síralom völgy. Nekem is volt, biztos neked is van, de Isten nem akar, hogy ezekbe a síralom völgyekbe letáborozzál, hanem azt szeretné, hogy átmenjél ezeken. A 84. Zsoltárból szeretném felolvasni Istennek a beszédét. Mi szerelemeteseket a hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, a fecske is fészket magának, hova fiait helyezhesse. A te oltáraidnál, ó seregeknek, Ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicséretnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrását eszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Mert nap és pajzs az Úr Isten. Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Amen. Ez a Zsoltár fantasztikus. Arról szól, hogy milyen jó dolog Istennek a házában lakni, és talán akkor, amikor mindig tudtunk menni a gyülekezetbe, és minden héten, akár minden napra tudtunk menni valamilyen összejövet erre, az Isten tiszteletekre, a Hitparkba, vagy másik helyeken a saját gyülekezeti házatokba, kicsit automatikussá vált sokak számára, és nem becsültük meg eléggé annak az értékét, hogy milyen jó dolog, hogy össze tudnak gyűlni a szentek, együtt dicsérni az Urat. És nagyon fontos, hogy ezt a hiányt, amit most átélünk, ebbe ne keseredjünk bele, hanem készüljünk arra, hogy hamarosan újból össze tudunk majd gyűlni, és ezért imádkozzunk is, és szerelmetesek az Úrnak a hajlékai. Kívánkozik, emésztődik az Úrnak a jelenléte után a mi szívünk, és a szívünk, testünk újonganak az élő Isten felé. És az Istennel nem csak akkor tudunk csak találkozni, amikor bemegyünk a gyülekezeti házba, hanem otthon az imakamrádba is tudsz találkozni Istennel. Amikor a feleségeddel, vagy a férjeddel, vagy a testvéreiddel együtt az Úrhoz fordulsz, ugyanúgy tudsz az Úrral közösségbe kerülni. És hogy a madaraknak is van fészkük, az Úr neked is meg akarja adni a te helyedet az Úrnak a házában, és most, hogy egy kicsit el vagyunk szeparálva egymástól, mert fizikailag nem tudunk egy helyen összegyűlni, de így is a Szentlélek által egybe kapcsolja Isten a mi szívünket. És az Úrnak a házában lakozunk így is, hogy nem megyünk el egy adott Isten tiszteleti helyen fizikailag összegyűlni, mert mi Szent Szellem által összekapcsolva tudunk lenni, úgyis, hogy mindegyünk a maga otthonában van, és együtt dicsérhetjük az Urat mindenki maga otthonából is. És azt mondja az ige, hogy boldog, aki az Úr házában lakik, és dicséri az Urat szüntelen. Tehát nem csak akkor kell dicsérni az Urat, amikor a gyülekezetben, a nagy színpadon ott a zenekar, és mi dicsérjük velük az Urat, hanem így is, amikor a karantén dicséretet bekapcsoljuk, vagy a YouTube-ról bekapcsolunk egy dicséretet, és akkor úgy dicsérjük az Urat együtt, és szüntelen kell dicsérnünk az Urat. Tehát nem csak Isten tiszteleti alkalmakkor, hanem jó, hogyha ez a dicséret egy életmódunká válik. És akinek az Úr erőssége van a szívében, az is boldog ember. Tehát a szívünket ne az aggodalommal töltsük meg, a rossz hírekkel, a félelmekkel, hanem az Úr igéjével, az Úr igéje legyen erősség a mi szívünkben. De még azzal együtt is, hogy
dicsérjük az Urat, az ige van a szívünkben, így is bele tudunk kerülni a síralom völgyébe. És erre azt mondja a Zsoltáros, hogy átmenvén a síralom völgyén. Tegyük forrássá azt, és áldással borít el korai eső, és erőről erőre jutnak, még megjelennek Isten előtt a Sionon. Tehát az Úr visszajövete előtti időszakról is szól ez a Zsoltár, hogy a Úr közvetlen visszajövetele előtt sokak síralom völgyén mennek át. És hogyha ezen átmész, akkor áldással jön a Szent Szellemnek az esője. És nem az lesz, hogy egyre gyengébb leszel, erőtlenebb, hanem erőről erőre jutsz, amíg megjelensz Isten előtt a Sionon. És a nagyon fontos, hogy ne a félelem irányítsa a gondolkodásodat, a tetteidet, a cselekedeteidet, hanem az Úrban bízzál, és az Úrra hagyatkozzál teljes szívedből, és döntsd el, hogy átmész ezen a családi problémán, átmész ezen az anyagi problémán, átmész ezen a betegség problémán, vagy bármilyen nehézségen, nem ragadsz bele, mert amikor te a problémádra nézel, akkor te is a problémád részévé válsz, és nem tudsz fölemelkedni. Ézsaiás ad egy jó tanácsot, hogy ne csak a fejünkből nézzünk ki a problémáinkra. Ézsaiás 51-ben mondja az ige, hogy emeljétek fel az égre a szemeiteket, és onnan nézzetek a földre alá. Az egek, mint a füst elfogynak, és mint a viasz elolvadnak. És az Úr így elolvasztja a te problémáidat, mint a viasz a tűz előtt. Szentleg tűzével betöltekezel, veszed a kenetet az Úrtól, a mennyei látást, nem csak a fejedből nézed a dolgokat, hanem fölemeled az égre a szemedet, onnan nézel le a földre. Akkor át fogsz tudni menni a síralomnak a völgyén, és forrást tudsz csinálni belőle. Mert lehet, a síralom völgye válhat a temetőddé, de válhat áldás forrásoddá. Te rajtad múlik, kedves barátom, hogy számodra áldás forrás lesz a jelenlegi problémád, nehézséged, vagy pedig a temetőddé válik. Azt adja meg az Isten, hogy áldás forrásá váljon számodra. De ezt ki kell emelni a szemedet, föntről kell lenézzél, és nem szabad a szíved megnehezedjen, el kell döntened, átmész ezen a szakaszon, átmész ezen a síralom völgyön, és forrást fakasztasz, és áldást veszel. És a Szent Szellem be fog tölteni téged, a Szent Szellemnek a neve Paraklétosz, vigasztaló, védő ügyvéd, melléd rendelt segítőtárs. És ha már újjászülettél, ha már a Szent Szellemmel betöltekeztél, akkor add át ezt az ügyet a Szent Szellemnek. Engedd, hogy ő kézbe vegye a te problémádat. És miközben nyelveken imádkozva dicséred az Urat, és időt töltesz nyelveken szólva az Úrral, a Szentlélek fölviszi a te ügyedet, és a szíved Isten szerint fog esedezni, te érted, és a bajba jutott hozzátartozóidért. És nem az lesz, hogy beleragadsz ebbe a síralomvölgybe, hanem az lesz, hogy kijössz belőle, és még nagyobb áldás lesz. És a végén azt fogod mondani, senkinek nem kívánom azt, ami velem történt, de nem is cserélnék senkivel, mert Isten megszabadított. Isten megszabadított. Isten kihozott engem a problémámból, a nehézségemből. Téged is ki fog hozni. Csak menj át ezen a síralomvölgyön. Tedd forrásoddá, és az Úrhoz forduljál, és az Úr meghallgatja te könyörgésedet, meghallgatja te imádat, bizalommal járuljál Isten elé, ő segíteni fog, és az Úr fölemel téged, és döntsd el, hogy ha úgy is érzed, hogy most az Isten házának csak a küszöbén vagy, ott is jobb neked, mint a gonosznak a sátorának a közepén. Most, hogy nem tudunk úgy elmenni a gyülekezetbe, lehet, hogy elfelejtettek a testvérek is fölhívni, a barátok is kicsit megfeledkeztek rólad. Úgy érzed, hogy magadra hagytak téged. De tudd meg, hogy Jézus soha nem hagy magadra téged. Ő veled van a világ végezetéig. Ő fölemel téged. És befejezésül egy régi szentnek az anekdotájával fejezném be. Nem tudom már melyik volt, de megmaradt a történet a fejembe, hogy egy szent a mennyben kérdezi az Úrtól, hogy amikor mentem a sivatagban, és mellettem jöttél, és láttam, hogy két lábnyom van a sivatagban, akkor már jó volt tudnom, hogy mellettem álltál. De a végén csak egy lábnyom volt az enyém, miért hagytál el, Uram? És akkor az Úr mondja neki, gyermekem,
az nem a te lábnyomod volt, hanem az enyém, akkor a karjaimban hordoztalak. Sokszor van, amikor úgy érezzük, hogy Isten elhagyott, akkor tud még mélyebben megragadni minket, még mélyebben melléd állni, és fölemelni, hogy meg tud különböztetni a fontost a lényegtelentől, és hogy a szíved is, miután a próbán átmegy, Isten meg fog áldani, testvérem. És ahogy befejeződik a Zsoltár, seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Testvérem, barátom, bízzál Istenben. Mit jelent Istenbe bízni? Ráhagyatkozol. Akkor is, ha úgy érzed, hogy nem tudod, hogy lesznek a dolgaid. De a Jézus a kereszten kifizette az árat, érted? Ezért ne csüggedjél, mert ha Isten úgy szeretett téged, hogy az egyszülött fiát odaadta, akkor hogy ne adna oda vele együtt mindent neked? Hívd segítségül az Urat. Menj át ezen a nehézségen, és az Úr meg fog segíteni. Következő alkalommal pedig arról szeretnék beszélni nektek, hogy a leglehetetlenebb helyzetből hogy tudsz kitörni egy bibliai példa alapján. További áldott napot kívánok. Legyetek áldottak, és az Úr őrizzen benneteket.